Szevasztok srácok, illetve lányok, itt Tarux, és nézzük tovább, remélhetőleg most már befejező részét a Hello Neighbor 2-nek. Az előző részben ott keltünk föl, hogy megint az ágyban ébredtünk, és hát kamerákból már lehetett látni ezt a házat, úgyhogy én meg is kerestem gyors így a videó elején, és most már találtunk is egy lapátot, és most már észre is vettünk egy kutyát, úgyhogy valószínű mögötte kell majd ásni, és neki is kell majd egy étel. Szóval a szokásos feladatokat megkezdjük, viszont ez a ház hatalmas, és hát, hogy itt mit kéne csinálnunk, azt egyelőre nem tudom. Itt is lesz egy fószer, ugye, amit lehetett látni a videókban, vagy a kamerákon keresztül, szerintem ez a fószer lesz. Ott így van, hát ilyen kis batyú. Szaladunk be ezerrel. Ez a hely nem nyílik. Disznófej és egyéb nyalánkságok vannak a táskában. Igen, egyelőre nem tudok innen kijönni. Nézzük ezt a helyet, itt vagyunk a konyhánál. Itt kéne lenni talán a kutyakaja, nem lehet kivágni ezeket a párnákat, ugye most már ezeket végig megnéz. Az mi? Ott volt valami. Ott volt valami! Szóval itt a hús, és lehet, hogy el kéne oltani a tüzet. Ugye? Mint ahogy volt annál csajnál az étteremben, vagy mi az. Kávézó, hogy tököm se tudja mi, és akkor ugye ez volt az, amit előbb nem láttunk. Valószínű ez a poroltó, vagy mi a túrós csúsza. Gyorsan, mert amúgy jön. Persze! Végig ízélet fújott habba, semmi baj nem lesz a taginak. Fürgyéle! Úgyse szoktál! Észre se vesz, sírsz. Oké, és megvan a hús, amit oda lehet vinni a kutyának. Na gyere, Blöki! Egyed! És én meg hadásrak. Ezt lehet eldobom, mert nem férne el a cucc, amit kiások. Ugye? Tudja a fene? Hopp, ez hova? Oké, itt van. Itt ide kell majd valami, nem is tudom mi. Itt meg nincs semmi. Itt óránál. Ez mi volt ez a rugó? Ő lehet ugrat? Oda kell majd menünk. Jó, nézzük ezeket a dolgokat. Ezek szekrény, ahol el lehet bújni, nem? Ez mi? Mi ez? Át lehet jönni? Az milyen titkos szoba? Ide majd dolgok kellenek, gondolom, mert itt mutatja, hogy le kell rakni a formákat, nem tudom miket. Lehet ezt a kupát? Ezt nem ide kell? Hova kell ez? Lehet, hogy ez kell a kezébe a ház, hogy emlékeztek? Így lerakom. Hát itt, amikor voltunk az elején, már mutatta, hogy valami kell. És megvan az első kupa, tehát akkor én lehet, hogy ilyen sellegeket kell majd oda elhelyeznünk, úgyhogy most visszamegyünk ahhoz a helyre, és leteszünk ezt a kupát. Oké, szépen, középre. Na, akkor még a többit meg kéne keresnünk. Ezeket nem tudjuk egyelőre kivágni, egy olóba, meg semmi. Így se lehet simlálni, ez még csak a dupla ajtós. Egy újabb szoba rész, nem, ez a folyosó lesz, akkor itt el lehet majd bújni. Van egy lemez, ami gyönyörű. Még vannak itt a képekkel, nem lehet csinálni semmit. És itt van, látjátok, ott volt valami. Rá kéne ugratni az ágyra? Volt egy kábel. Hopp, ott valami volt fent, nem? Ott valami volt fent. Gyerekek, valami volt fent. Egy újabb kupa. Akkor lehet, hogy ezért kellett ide följönni. De ott volt még egy izé, amit meg kellett volna nézni. Hogy ott nem lehetett az áramszarsággal csinálni valamit. Igazából. Jó. Elhelyezzük. Na még három cucc kell, srácok. Mit szóltok? Nézzük már meg, hogy itt van-e még valami. Ó, ott a szélén az csak egy dísz. Ezzel lehet... ide kell valami, ami nincsen itt. Nagyszerű, úgyhogy nem tudom. Valahonnan kéne szerezni ilyen cuccot. Vannak színek. Nyomkodni kell. Sárga, piros, kék. Valamire jó ezek a színek is amúgy. WC, mi van itt a WC-ben? Nem lehet csinálni semmit. Van egy hajó. Nagyszerű, van egy hajó. És most mit csinálok a hajóval valahol? Le lehet rakni ezt a hajót, mit kecsi ez a hajóba? Nem lehet a kádba vele úszt? A túrót kecsi ez a hajóba. Egy órája viszem ezt a részt, és nem tudom, mit kecsi, esküszöm. Ide le lehet rakni? 8, 6, 9, 1, kód. Mert ugye a többi az ki van szürkül, vagy 08, ugye 06191, tehát 8, 6, 9, 1, valahova kódot kéne írni. Bármi, ott van egy kábel, itt van egy... Kupa vagy mi ez? Itt lézer van, ezt valahogy el lehetne tüntetni. Hova megy ez végig? Ez a zsinór, gyerekek. És el fog kapni a dagi? És elkapod a dagi? Figyeld be! Hova menjek? Ide fel lehet már. Figyeld, hogy néz. Ide fel lehetett mászni. Oké. Na mi van? Ide is fel lehet ugrani, gyerekek? Hogy kapott te? Csak felálltam a szekrényről. Mi az Isten van? Gyerekek. Most komolyan megnézem, hogy ide fel lehet-e ugratni. Ott van valami luk. Aha. Figyeld. Lenessünk. Várj ide középre. Itt mi van? Ez egy titkos hely. Jaj, várj, itt az a lézer, ezt tud. Ezt kell akkor megbuherálni.
Itt van az a cucc, ami kell abba, ahol volt az ágy. Hol volt az ágy? Várjál, hol volt az ágy? De amúgy itt még volt még egy ilyen hely. Kell a lapát, hogyha... Fószal nem vagy békén. Le kell veled csapni. Várjál. Mi van? Csak ilyen szerszám, azt ennyi. Akkor ide jövök és felugratok ide, gyerekek. Jajajajajaj. Hoppá, mindjárt leesek. És ez mit csinál? Ez mi a túrot fog csinálni? Valami áramot beindít valahol? Várjál, csak hogy ide kell a 08-06-91, mi volt a kód? 8-6-9-1. És add még egy kupa! De várjál! Ez most nem az volt, nem? A lézeres cucc. Hova kell tenni? Ez is ide való. Ide? Kettő van, és akkor megkapjuk azt a kereket, ami lehet, hogy oda kell alulra, gyerekek! Emlékeztek, hogy ugyanilyen színe volt, piros-kék, oda mondtam, hogy kell valamit a konyhánál. Várjál, akkor ez így eltűnt a lézer. Hú, ez jó gyors volt amúgy. A harmadik és a negyedik, és kell még egy, ami... Fogalmam sincs, ez nem ide. Fogalmam sincs, hol van ez az utolsó. Megkapjuk a kereket. Ezt nem lehet kitörni ezt a lemezt, mert lent volt egy ilyen hely. Zseni vagyok. Amúgy már egy órája keresem, hogy mit lehetne csinálni kb. Ez ide befagyott. Piros, zöld, kék. Várjál, sárga, piros, zöld, kék. Ugye? Sárga. Kék. És bement a dagi. Sikerült kinyitnunk, mert ugye itt volt jobb oldalt a trükk. Jó, ide bejöttünk, de szerencsére egyelőre nem vesz észre. Mi a túrós csúszát kell itt csinálni? Ugye ráraktuk ide ezt a lemezt. Meg kell nyomni a gombot. És mit kell csinálni most? Yeah! És kergeti fog! Egy volt, vég a bulirak, gyerekek, ez nagyon rövid volt. Meg se mozdul a dagat. Ugyanúgy ott van bent beszorulva, és így hogy nyomja meg a gombot, ha ott van egyből? Az mi? Beleolvadt a teste. És ezen keresztül is elkap. Aha. És így nyomja meg. Nem nyúlok oda! Nem nyúlok oda! Nem tudok oda nyúlni. Nem tudok oda nyúlni belettől. Nyomjuk már meg. Azaz! Jó, és itt mi volt fönt? Mert ide följöttem. És fogalmam sincs. Itt mi a túrós csusza van már megint, gyerekek. Már megint mi van? Aha. Az utolsó... Figyeld már, hol jövök ki. Abban a pillanatban. Bum! Megvan! Akkor ezt kell alulra, ugye? Remélhetőleg, ugye? Amiről beszéltünk. Hol volt? Nem itt volt a kanyába? Hol volt? Hol volt? És kinyitottuk ezt. Jó. Teker már. Miért nem nyílik ki valami fal, vagy ajtó, vagy... Ja, lehet, hogy a színeknek kéne egyeznie? Pirosak. Jó, és? Kulcs! Wow. Akkor ennyi. Szerintem mehetünk vissza a házhoz, srácok. Itt vagyunk, ki akarjuk nyitni. Ide még mindig kell az a szar kulcs. Remélem, most akkor a kulcsot elvette tőle, és eltek vissza. Jó, nem, az megvolt, mehetünk. Szóval akkor valószínű ezt fogja nyitni. Bingo! És itt, gyerekek, nem tudom mi lesz. Szóval... Ezt lehúzzuk, és ezt is lehúzzuk, és ezt is lehúzzuk, és itt is van, és lehúzzuk, és minden könyvet lehúzzuk, és nem nyílik ki semmi, mert remélem valami sorrendbe kell, mert voltak rajta ilyen minták. Öcsém, várjál, akkor most már ki tudjuk nyitni ezt az ajtót. Zseniális. És akkor, gyerekek, itt egy könyv. Akkor ezek szerint hiányzott még egy. Hát a kártban nincs semmi. Amit oda kéne rakni szerintem. Hova? Ide. Várjál, itt fő tudok jönni, mi van itt? Jó, ki kell nyitni ezzel. Oké. Okay. Ez egy ilyen antenna féleség, vagy ez mi a fene? Egy plusz 10 perc keresgélés után rájöttem, hogy itt, ahogyha kijössz a házba, van a házba, az antenna rész sehova nem volt jó, érted? Akkor föl lehet jönni a tetőre, úgyhogy remélhetőleg a tetőn lesz valami antenna. Most már el tudjuk ezt helyezni, vagy akármi. Leesek!
Nem haltam meg. Ezzel mit kell csinálni, és most honnan tudjam, milyen irányba kell álljon ez a... Jó, mind a kettő föl. Szerintem lehet, hogy így fölfele. A televízió kap áramot, és ezt mutat egy... Várjál, mekkora zsenik vagyunk, gyerekek. Akkor ez mutatja az ábrákat. Az volt az egyes, kettes... Hármas ez a madárfej. Ez csak három ábra, várjál. Ez volt az egyes, ez volt a kettes, és ez volt a hármas. Egy medvefej. Várjál, itt volt egy medvetest az ajtó mellett, nem? Oké, ez könnyű volt. És most? Ide is kell egy fej. Várj, ide malacfejke, és ott is volt még egy ilyen delfin, vagy mi? A túró. Ide ugrok, mert így nem fogja meghallani. De a malacfej lehet a kocsijában van. Hátul, ugye emlékeztek az előző részben, hogy mondtam, hogy nem tudom mire jó disznófej. Szerintem már elkapott az ott és visszakerült ide hozzá, hisz nem volt a táskámban. Akarom mondani, hogy túloldalra, és még mindig ott az a cápa vagy mi. Milyen test ez? Nem történik semmi, ennek kéne lehet lenyílni. De hogy hol találom meg ezt az utcsó fejet, nem tudom. Hol a túróban van az a fej? Gyerekek, nem találom. Itt a pincében is megnéztem, hogy mi ez, garázs. Itt sincsen semmi. Most már shortcutba kinyitjuk ezt az ajtót. Abban a pillanatban most már erre is tudunk majd jönni. Itt jön mindjárt a szomszéd amúgy. Várjál! Megvan a fej. Melyik oldat? Mindig összekerül azt a két oldat. Megvan az a fej, megvan az a fej, csak akkor most... Mi lesz, mi lesz, mi lesz, mi lesz? Lenyílik az a hely. Oké, és? Jön a szomszéd, de remélhetőleg ide nem jön föl. Ugye? Jó, nem jön fel a padlásra, úgyhogy itt mit kell csinálni, azt nem tudom. Itt visít az a gyerek. Lakat. Kulcs. Oké. Na. Megvan a gyerek. Akkor most megmentettük? Vége van? Hogy fél? Tudod, hogy mutassuk, hogy nem kell félni, mert hogy ugye gondolom küldte ezt a repülőt a papírból, hogy mi segítsük. Azt a! Itt a szomszéd! Persze ilyen erős, hogy főkapi egy kézzel. Bezárt minket ugyanoda, ahol egy kölök volt. Jó, tehát van itt egy ilyenünk. És van egy... olló. Meg láttam pókálót. És itt meg ki kéne jutni, mert itt vannak a kódok számokkal, színekkel, de fejjel lefelé. Az érdekes lesz. Rózsaszöld 7-es, rózsaszínnel jelölve van az 5-ös, ugye? Tehát akkor a színeket kéne néznünk? Fejjel lefelé? Kéne kirakni? Keressünk még számokat. Kék, 2-es, 3-as, 0 piros. Oké. Okay. Úgy kéne lehet, hogy itt lehet látni a számokat. Várjál! Akkor úgy kell beírni, hogy ezek a számok jelenjenek meg. 7-5, látod? 5-ös a rózsaszín. Kint is 5-ös a rózsaszín, 7-es a zöld, kék 9-es, de kék 9-esünk nem volt, 5-ös, 7-es, volt 0, pirossal, és a 3-as, jó. Jó, sikerült. Oké, és kim vagyunk, gyerekek? Nyisz, ide kell a cuccos. Oké, ezt kell húzni. Kinyílik az ajtó, és akkor valószínű le tudunk ugye oda menni. Lehet, hogy itt lesz egy boss fight, vagy nem tudom. Itt egyből meg fog hallani, ha ráugrunk, nem? Ha ráesünk. Persze egyből nyikorog. Ah, csapda, lerakott medve csapdát, basszus. Ezt melyikkel szedem? Pussáme? Megint belakadt a lábam egybe? Hát és most innen kezdjük megint? Jó, akkor nem kell legalább megint kijönni a cellából, viszont... itt már nem lesz a földön a csapda.
A fószer az meg... mindegy, ide elbújunk. Azt a de gyorsan futott, ez valami bug volt? Zárva van ez is. Jó, hát itt összeszedtük az ollót a cellánkból, azért legyen nálunk valami fegyver, mert alul emlékeztek, hogy ott az üvegekben voltak lent fegyverek? Na, azokat kéne nekünk kitörni szerintem az ollóval. Ha jól emlékszem, azoknak ott kéne lennie. És meg kéne szerezni. De olyan fura, marha gyorsan mozog, nem? Vagy ez bug, vagy... Vagy most már ez direkt azért, mert ez a... Milyen gyors ez, siet, figyeld meg! Megint elkap, nézd meg! Azt a mindenit, de felgyorsították a végére, baszki! Várjál, még ide kell az a szar! Ez hol van? Megint csapda. Ezt összehajtjuk, de viszont meghal minket a szilánktól. Ne! Ez nem lehet kijönni. Nyitjuk azt az ajtót, bebételjük az obszédot, kimentünk. Ott van fönn már, mi oda teleportál. Fia, észrevett, fia, ott siet. Azt a kúra, de gyors. Hello? Megvan ez a fegyverünk is. Ilyen nincs. És elkapott. És ott volt. Azt láttátok? A zsebén, én vagy mi? Ott volt nál az a szerszám, ami kell oda lecsavar. Az hogy vegyük ettől, amikor ilyen gyors? Baszki. Gyere már, kölök! Voltak deszkák, ezeket leszettük az ajtóról, és egyszerűen nem tudok mit csinálni, miért kéne a kulcs, de valószínű... Valószínű meg kéne szerezni ezt a szabály, ezt meg se hallotta. Csapó 555. És addigra már olyan messze, hogy nem fogom utolérni, mi? Várjál, lehet, hogy elfordul. Most kéne. Ne? Tök felesleges. Az mi? Fel van gyorsítva, mint egy turbó. Várj, akkor még jött ki, megy az ajtó, most kéne elvenni? Azt a ide... Na várjátok, meg lesz ez. Megint kiment, már megint nem lesz jó. Na akkor újra, gyors. Ez az. Az mi, ráléptem a deszkára! Ez mi is, ez elvette? Akkor nem mozdulok. Meg sem mozdulok. Rohadt deszka. Mekkora prók vagyunk? Úristen, már jön is. Akkor innen kicsavarom. De várjál, ki kell csavarni. Jó, most már elveszítjük a fegyvert, akkor sem probléma. Itt volt a tűz, és a tűzből megint valamit kéne. Mit kéne kiszedni a tűzből? Ott a kulcs! Várjál, szerintem ez a bejárati kulcs lesz, srácok! Várjál, itt van-e. Csak megtalálom. Inkább visszabújjak ide, az a biztos. De izgi. Na, az lesz a harci helyzet. Meg vagyunk, míg elmegy. Most. Nem bírom eloltani, eldobom! Eldobtam, úgy megértem tőle. Működjön már, légy szíves. Hát. Oké, kulcs. Szaladjunk az ajtóhoz. Rush. Bejátszás. Reméljük, hogy vége van. Vagy valami. Reméljük, vége van. Sikerült a gyereket megmenteni. Hagyjál minket békén. Rip. Meghalt! Nem szabad neki segíteni, menjünk ki! Mit csinál ez, gyerek? Menjünk már! Segít neki a kölök! Vágod? Lol! Valaki leütött! Valaki konkrétan leütött! Ez mi? És megpróbálja kiszabadítani a kö... Az mi? Ez hülye ez a gyerek. Ennyi? Gyerekek... Hát srácok, végigvittük a játékot, ami nem volt egy hosszú, viszont nekem tetszett. Ezt a végét
Nekem egyáltalán nem értem. Hogyha te megfejtetted, vagy tudsz róla, hogy ez mi lehet, hogy ki az, aki leütött, azt nyilván nem tudjuk. Azt nem értem, hogy ha a gyereket megpróbáltuk egész végig kiszabadítani, mert ő elrabolta, akkor a gyerek minek akart neki segíteni, aki gonosz volt vele. Mert konkrétan nem lehet azt mondani, hogy rendes volt. Olyan, mint ha megszerette volna, vagy megkedvelte volna, de hát... Na mindegy, srácok, illetve lányok, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni és iratkozz föl. Köszönöm mindazoknak, akik végig kísértek a végjátszás során. Én Rarusz voltam, legközelebb találkozunk. Szevasztok!